A rendezvény célja nyilván az volt, hogy megmozgassuk a gyerekeket, felnőtteket, a legkisebbektől, a 6-8-10 évesektől, akár a 65 évesek is, hogy tudjanak példát mutatni a gyerekeknek, hogy mert hiába mondja otthon a szülő az, hogy ne játssz a telefonnal, ha ő ugyanúgy játszik vele, akkor az nem példa. A példa az, amikor a szülő is fogja magát, kijön a gyerekekkel, akár az egész családdal, és megmutatják azt, hogy valóban még ők is meg tudnak mozdulni, és ők is tudnak egy jó cél érdekében és egy jó rendezvényen, tehát példát tudnak mutatni a gyerekeknek, unokáknak. A rendezvény fő célja ugye az egészségért és a közösségért való megmozdulás egyrészt, másrésztől viszont ez egy jótékonysági célú rendezvény is. Tavaly kezdtük el ezt a rendezvényt, nagyon nagy sikere volt, akkor itt a Beregszászi Szociális Konyhának gyűjtöttünk. Idén új célt kerestünk, most a kórházakban hagyott gyerekek számára gyűjtöttünk. Egyelőre nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyi az összeg, mert online gyűjtés is van, és még a dobozokat sem nyitottuk föl, úgyhogy ez majd a következő időben fog kiderülni, hogy pontosan mennyit is tudunk adni. Ahogy itt hallottuk, egyébként valószínűleg elég szép összeggel hozzá tudunk járulni. Itt ezek a gyerekek ugye ott nőnek fel a kórházba, örökben nem fogadhatók, és ugye a nővérek, az orvosok tulajdonképpen, a szüleik, a nevelőik, és hát a kórház az otthonuk, és hát nagyon nagy segítségre szorulnak. A magáról a rendezvényről annyit szeretnék mondani, hogy három főszervezője van a rendezvénynek. Idén, tavaly még csak kettő volt, de idén a cserkész, tehát a megyei cserkész csapat is becsatlakozott, a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség is a tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva, úgyhogy velük bővült, bár ugye a tavaly is cserkészekkel csináltuk, de akkor csak a beregszászi cserkész csapattal karöltve, és hát ugye a harmadik nagy támogatta a külügyminisztérium, aki tavaly is rögtön mellé állt az ügynek, illetve idén is támogatásra méltónak ítélte az ügyet, úgyhogy így végül is egy picit tudtunk bővülni és a múlt évhez képest, több lett a támogató, kicsit több keretből tudtunk gazdálkodni, úgyhogy látszott is a rendezvényen, hogy nagyon jól sikerült. Ugye nekünk mindig a problémás az éjszaka, tehát hogy éjszakára csapatokat szervezni, mert ugye 34 órán keresztül zajlott a rendezvény, és hát az éjszakai műszak az nem olyan egyszerű senkinek, de idén sem lett végül is ebből probléma, idén is végig tudtuk. Persze vannak BC terveink, hogy hogyan ne szakadjon meg a labdarúgás, akár egy kiskaput beviszünk, és akkor ketten-ketten játszunk egymás ellen, vagy teljesen mindegy, tehát azért fel vagyunk készülve arra, hogy a 34 óra az ne szakadjon meg, de most is csapatok játszottak végig, tehát nem kellett sem B-terv és sem C-terv. Körülbelül most még nem összegeztük azt, hogy pontosan mennyien voltak, de olyan 5-600-an játszottak aktívan, és ezen kívül pedig a többi tehát a csatolt programokon is még kb. 200-300. Több család jött ki idén, tehát mondjuk azt nem, mondhatjuk egy kicsit meglepetésnek, hogy tavaly még annyira a családok nem jöttek el. Hát ugye nem is nagyon tudták, hogy pontosan miről van szó. Nekünk is tavaly még ez egy kicsit lutri volt, hogy ez sikerülni fog, egyáltalán betelnek-e az időpontok, egyáltalán lesz annyi csapat. Idén már azért ennyire nem tartottunk ettől, hiszen a Cserkész Szövetség eleve lefoglalta a szombat délelőttöt, és a vasárnap délelőttöt pedig a helyi csapatok eleve lefoglalták, tehát ez már. A délutánok viszonylag hamar megteltek, idén, tavaly kicsit lassabban, és hát mondom, az éjszaka most is végül is az utolsó pillanatban telt meg, de nem volt semmilyen probléma, minden rendben lett.